többször észrevettem, hogy amikor idegen emberek előtt kell beszélnem, akkor dadogok, bepirosodok, és nagyon nehezen találom meg a szavakat, és az a kommunikáció skill, amivel egyébként rendelkezem, az megsemmisül. Volt, hogy elmentem tanfolyamra, 12-en ültünk idegenek, és kellett mondani magunkról 8-10 mondatot, és nekem ez egy óriási teher volt. Féllemmel ültem ott, zavarban voltam, és nagyon-nagyon nehezen találtam meg azokat az eszközöket, hogy kifejezzem azt, ami vagyok. Azt gondoltam, hogy ezt a fajta félelmemet jó lenne megchallengelni, és jó lenne ezt szép lassan levetni magamról, és elkezdtem lehetőséget keresni azzal kapcsolatban, hogy színpadra álljak és emberek előtt beszéljek. Az első ilyen előadásom a bizalmi körben volt, ahol egészen jól megugrottam a lécet, és ez, amit most fölteszünk, ez a második ilyen beszélgetésem, ahol a szemléletváltóba mentem el, és Bíros Levente kérdezett engem arról azzal kapcsolatban, hogy ki vagyok, hogy gondolkodom és miért vállalkozom. A kérdéseket nem ismertem, ez nem egy megbeszélt beszélgetés. Az elején látni fogjátok, hogy ott van bennem a zavar, fogok félrebeszélni egy picit, fogadjátok ezt szeretettel, igyekeztem a lehető tőlem legjobbat nyújtani ebben a dologban. Ami még érdekesség, és mindenkit óva intek, mivel nagyon-nagyon sok embert ismertem ott a szemléletváltón, és sok mindenkivel van személyes kapcsolatom, ezért egy picit nyersebben fogalmazok, és őszintébben beszélek. Mivel egy dinamikus ember vagyok, ezért a káromkodás, a csúnya szavak használata az jellemez engem. Eddig a csatornán kerültem a trágárkodást, de alapvetőleg, amit látni fogtok, az inkább vagyok én. Tudom, hogy lesz olyan, akinek ez nem lesz szimpatikus, ezt elfogadom, azonban ezen a szűrőn keresztül szemléljétek, hogy gyakran a mondani valóm erősebb kifejtése véget használok olyan szavakat, amik nyomdafestéket nem minden esetben tűrnek. Nézzük a változásokat az életedben. Tehát, hogy mi volt szerinted az első jelentős változás, amit csináltál valahogy, és utána valami módon máshogy, tehát változtattál? Azt gondolom a változásról, hogy a változás az történik. Tehát ahogyan, ha kimegyünk egy erdőbe is, és nézzünk egy virágot a rügyből, hogy a változás az minden, az élet sajátossága. Tehát minden egyes pillanatban jelen van a változás. Azt is gondolom, hogy mi emberek is folyamatosan változunk. Ha nem akarunk változni, tehát nekem a kislányom is folyamatosan változik, ez az élet rendje, hogy van egy folyamatos változás. Azt is gondolom, hogy ha én most azt mondom, hogy hú, volt egy pillanat, amikor én arra jöttem rá, hogy akkor egy picit mindig füllentek, hiszen mindig, amikor a múltból az ember megpróbálja visszafejteni a saját sikerének a titkát, akkor egyfajta intervallumot figyel csak, és azt gondolom, hogy a sikert nem lehet, és a változást nem lehet intervallumokból figyelni. Tehát akármire is, tehát 10 évvel ezelőtt akármit gondoltam nagy eredményemnek és nagy gondolatnak, az most arra bebizonyosodott hiba volt. Tehát nekem a nagy változás, amikor én azt gondoltam, hogy fú, én szerelmes vagyok, és nekem kell ezzel a lányjal lennem, azért úgy 5 éves távlatból kiderült, hogy az nem feltétlen okos döntés volt. Tehát én a változásról azt gondolom, hogy a változás létező, a változás folyamatosan zajlik. A haszonkereső ember az figyelgeti, hogy mivel AB-tesztek alapján azért mindig figyeljük, hogy ha ezt csináltam, akkor kevesebb cashflow volt, ha azt csináltam, akkor több, ha ezt csináltam, akkor falhoz mentem. Tehát ezt nyilván folyamatosan én, aki ugye a pénz és a mohóság nem áll tőlem olyan távol, az alapkondicionáltságom szerint, én azért nyilván mindig mérem, hogy ez most jó, vagy ez most nem jó. Azonban számomra, ha úgy tetszik, a legnagyobb változást az életben, és akkor most már válaszolok a kérdésre is, Az hozta el, hogy be kell fejeznem a változni akarást. Tehát az volt a legnagyobb felismerésem az életben, hogy én mindig akartam. Én olyan ember voltam, akinek mindig voltak céljai. És ugye a társadalom ezeket a céltudatos, Ironman-t végző, megfeszülő, kocsit akaró, fölépítő, kiugró, ezeket úgy föl is emeltük, hogy ez olyan kurva nagy dolog. Tehát, hogy na igen, ő az ember. És én egy olyan ember voltam, aki kellően volt tehetséges ahhoz, hogy ezeket én el is érjem. Tehát mindig azt mondom, hogy a tehetségtelen embernek az a szerencséje, hogy neki lehetnek céljai, de azok csak álmok lesznek, és nem okoz magának kárt. A tehetséges ember az el is éri őket. És az sokszor hoz aztán olyan dolgot, ami nem vicces egy emberi életben. Úgyhogy én ebben elértem a célt, nem volt elég, abban a pillanatban új célt tűztem ki, mentem, nem aludtam, telefonáltam, gondolkodtam, kombináltam. Ha kellett emberekkel üvöltöztem, ugye, tehát az sajnos benne van így a sztorimban. És
És ez a valamivé válás, ez hajtott engem, hogy valaminek nekem lennem kell. Tehát így mindig elégedetlen voltam, mindig többet akartam. Olyan nincs, hogy az ember így megelégszik, tehát hogy mindig valami még kell, mindig még valami még szomjas, valami még izgalmas számára, valamit még kell csinálni, stb. És amikor megértettem, hogy én ebben a folyamatosan meg nem szűnő akarás függvényt hoztam létre az életembe, amilyen rekurzívan meghívja önmagát. Tök mindegy, mit érek el, elérem, elégedetlen vagyok, dopamin szint lecsökken, ott ülök, hát most kurvára nem vagyok boldog, mit kéne csinálni? Ja, hát csináljam azt, érjem el azt. És akkor brejásra fölkeltem, óriási lendület, erőszak, stb. A házasság, gyerek, semmi nem számított. Újra elértem valamit. Tehát nekem a legnagyobb változás az életemben az, amikor a változás akarását, az, amikor ezt a bolondságot, ezt a folyamatos céltermelést magamnak ezt megértettem, és ezt megállítottam. Ez volt a magyarul, hogy már játszasz, és nem tudatos, meg cél, meg, hanem ha jól érzed magad a bőrödbe, és így működteted magadat, ha jól értem. Azért szoktam még aggódni sajnos. Tehát mondanám azt, hogy így... Az a kurva pénzt tudom. Mondanám azt, hogy hát igen, képzeljétek el, egyszer így volt egy nap, amikor így rájöttem, hogy ennek az egésznek nincs értelme, fölkeltem, és azóta én boldog vagyok. Nem. Tehát azt gondolom, hogy az embereknek az alapkondicionáltság az nem játék. Tehát amilyennek a szüleink neveltek bennünket, amilyennél a környezeted, tehát amivé mi váltunk, mint környezeti termék, ahogy a környezet erői formáltak bennünket, az mindig ott van. Tehát én soha nem leszek a Dalai Láma. Én élethelyzetekben valószínű, hogy könnyebben leszek agresszívebb, mint egy átlagember. Valószínű, hogy az uralkodásom az nem szűn meg, és valószínű, hogy a mosolyom az nem lesz annyira elbűvölő, mint mit tudom én, egy kislánynak, aki a kávéboltba adja a kávét. De azt gondolom, hogy az a megértés, amikor ezt a rekurzív ciklust lerátom, és ahelyett, hogy befejeztem az Ironman-t, és kitalálom, hogy jó, akkor következő évre csinálok egy órával jobbat, és ennek a bolondságnak a megértése pénzügyi, gazdasági, bármilyen szempontból az nekem óriási előrelépés. És maga az, hogy milyen versenyekbe szorítom be magam. Mert ugye én amikor célt tűztem ki, és hogyha egyszer kitűztök 10 célt, és el is akarjátok érni, akkor azért menni kell. Tehát ha én most azt mondom, hogy azt én akarom, és én ezt mindenkinek mondtam a környezetemben, amikor elkezdtük az éttermet, legyen ez egy ilyen sztori. Mi elkezdtük, hogy ez egy játék, vidék, csinálunk nagyon jó, stb. És akkor jött ez a lehetőség, hogy Michelin csillag. És ott összehívtam azokat az embereket, akikkel együtt dolgozom, és megkérdeztem tőlük, hogy akarjátok-e? Akarjátok-e a Michelin csillagot? Mert ha ez cél lesz, akkor meg fog jelenni az erőszak. Tehát akkor nem akarhatjuk úgy, hogy egy kicsit, hogy így... Akargatjuk. Hát ilyen akarjuk, de most én így holnap egy picit nem teszem le úgy a poharat, a sampányt nem teszem be a hűtőbe, a takarítónőnek nem csinálok checklistát, nem ellenőrzöm. Tehát akarjátok-e? És mindenki mondta, hogy akarjuk. Tehát volt egy ilyen, mint a 300 című filmben egy ilyen vahú élményünk, hogy egy hét múlva mindenki sírt körülöttem. És nem az örömtől, mi? Mondtam nekik, hogy... Srácok, tehát hogyha akarunk, tehát hogyha valaki kitalálta, hogy 100 méteren ő olimpikon lesz, akkor ez a gondolat után nagyon-nagyon sok lemondás és nagyon-nagyon sok szenvedés fog történni. Az ember nem áll olimpiai dobogóra azért, mert ez vicces volt és játékos, hanem ezért tenni kell. Úgyhogy... Nagyon-nagyon óvatosan bánok a megérkezéssel. Említetted, hogy olykor veszekedtél is, vagy vitatkoztál, vagy kiabáltál a munkatársakkal, emberekkel. Ebbe változtál-e? A gyors és reményt keltő válaszom, hogy igen. Nagyon-nagyon kedves vagyok mindenkivel. Az igazságot is elmondom, ha itt vagyok. Nekem ez a ugye én nem hiszek hibában, hanem én tulajdonságba hiszek.
Azonban, hogyha az ember lobbanékony, ugye, mint a magyar nyelvben, tehát amikor ezt a tüzet, ezt a belső élményt be tudja lobbantani, aki közel áll hozzá, az megperzselődhet. Na most, én egy ilyen folyamatos, ilyen kontrollat lévő tűzben vagyok, hogy úgy azért ne is öngyújtó legyek, mert akkor abból meg nem lesz nagy sztori. Tehát, hogy oj, Pirike, képzeld el, van egy ötletem, csinálni kéne valami vállalkozást, mit szólsz hozzá? Tehát nem, tehát figyelj, szóval se jutok. Menjünk, csináljuk, gyerünk, mi van már, hol... És akkor ezt így elkapom, hogy már megint megbolondultam, és akkor mondom, hogy elnézést, barátsággal mondom, megcsináltátok? És nagyon-nagyon erősen gyakorlom a kérdéseket, hogy nem mondjak, hanem kérdezzek, hogy szerinted az az ember, aki nem csinálja meg azt, amit mondok, annak lesz munkahelye jövő hónap? Nyilván nem volt erre példa, csak azt mondták, hogy az előadásban kell, hogy legyen valami, ami vicces. És mikor lesz? Hát ez az. Olyat kell hívni, ugye? Szóval nekem folyamatosan csiszolom, nem érkeztem meg. Szerintem én 80 éves koromban, amikor az öregek otthonában hozzák a katétert, én akkor is fogok még odaszólni, úgyhogy... De... Tolják már beljebb. De hogy azt gondolom, hogy ez nekem egy olyan processz, egy olyan folyamat, amin ügyesen megyek előre. De alapvetőleg, amit mond a környezetem, és én ezt sose tudom, alapvetőleg az emberekben én a félelem állapotát azért meg szoktam hozni. De úgy, hogy képzeljétek el, hogy jött egy kislány hozzánk az étterembe, nagyon ügyes, és még abban az időszakban érkezett, amikor maszk volt, és ragyogott a szeme. És mondtam neki így maszkon keresztül, neked ragyog a szemed, hogy ez egy káprázat. Kijött, milyen szép a mozgásod. És így adtam neki 3-4, én erős visszajelző vagyok. Tehát én a környezetemben én vagyok az egyik legerősebb ebben, hogy hú, de ügyes vagy, de szép ez, de jó ruhád. Majd most bementem kávézni az étterembe kedden, jön a kislányi, a kancsó vízzel, így, ott ülök, és így tölti. Ez a változás. És tehát azt akarom csak mondani, hogy a karakterem az soha nem lesz kis cica. Tehát, hogy figyelek magamra, régebben az erőszakot intenzívebben terjesztettem, szerintem, mert hogy az a baj, hogy hatékony. Tehát rövid távon, tehát mindenki azt mondja, hogy jaj, nem, stb., de hogy azt azért kell látni és kell érteni, hogy bizonyos embereknél működik. Tehát azért van ez a rengeteg erőszakos vezető, és aztán mindenki elolvassa a Simon Sinek könyvet, és akkor találd meg a mostját. Szép ez a liberalizmus, de hogy ugye a neveltetésünk, a kondicionáltságunk az a büntetésen alapul. Tehát elmegyünk iskolába, és ugye mindenféle kreativitást, együttműködést az kimosnak belőlünk, tehát hogy van egy ilyen történet, és egyes ötös. És ebbe a duális rendszerben nevelkedünk, és sajnos ugye, amikor fiatal voltam, és nagyon-nagyon az eredményorientáltság volt a... Növelt az entrópiát, ezt nem szeretem. Tehát, hogy nagyon-nagyon... A vállalkozó az mindig csökkent az entrópiát. De mindegy, ez ingyen volt. Igen. Igen, szóval... Na, nagyon szépen köszönöm. Szóval működött, és nekem, én nagyon-nagyon csiszolom ezt, nagyon-nagyon keresem az erőszakosságot magamban, szerintem elég sokszor el is csípem, mert iszonyat hajlamom van rá, tehát ez nagyon-nagyon nehéz, ez egy érdekes játék. Mindenki megfigyelt, hogy neki mire van hajlama, nem csak én vagyok a teremben, akinek hajlama van az erőszakra, a büszkeségre, hajlama van arra, hogy esetleg megalázom másokat, tehát hogyha mindenki elkezd magában ásni, és a rainbow mögé is benéz, tehát van egy ilyen szivárvány, hogy egymásnak mesél magunkról, ott azért vannak olyan sztorik, amikkel érdemes foglalkozni, nekem az erőszak egy ilyen, de igen, én ezt csiszolom, szerintem nagyon-nagyon sokat válasz a kérdésre, nagyon sokat léptem előre, de alapvetőleg sajnos a karakteremben ez benne van. You can call me stupid.